meglepő nagy különbségű vereséget szenvedtünk hazai pályán. Szerintem senki nem erre számított, még talán a Cekszár sem. Nem, mindenképp szorosabb meccsre számítottunk, még talán győzelmi esélyekkel is. Sajnos az első 5 perc után gyorsan kiderült, hogy nem lehet ebből a meccsből normális meccset játszani. Sajnos volt 8 olyan ítélettelenünk az első 20 percben, ami kizökkentett minket teljesen a játékba. Visszanézzük őket fél időbe, de hát sajnos ilyenkor azzal maradunk, hogy sírni tudunk csak meccs után. Nyilván jobb volt a Cekszár, megérdemelt a győzelmet, lehet, hogy nyertek volna akkor is, ha a meccs normális körülmények között zajlott volna, de én úgy gondolom, hogy ami ma történt itt az elején, az nem voltak egyenlő körülmények a két csapatnak. A Szárának az első 3 faultjából 2 totálisan nem volt, az az edzőnk technikai előtt egy olyan faultot engedtek el, amit a... De nem tudom, Holdról is látszott volna, Hold másik oldalról is látszott volna. Ilyen körülmények között nyilván nem védekezünk most, és nem próbáljuk megmagyarázni a vereséget, de semmiképp nem volt 30 pont a két csapat között. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen!